A Vox Kamerát a kórus 1990-ben alakult meg Pálmai Márta vezetésével. 8 évig működött, majd néhány év kihagyás után 2011-ben újra alakult, amikor Német Borbála lett a karnagy. Ő vezette a kórust 2016. januárjáig, ekkor Zöld Ágnes lépett a helyébe. A jubileumi koncerten a korábbi karnagy egészségi okok miatt nem tudott jelen lenni, ezért a köszönő oklevelet lánya vehette át. A 20 tagú vegyes kórusban fiatalok és idősebbek is énekelnek. Nem mindenki tanult zenét, de a zene és a közös éneklés szeretete összefogja őket. A repertoár nagyon sok színű. A városunkban mindenképpen szükségünk van kórusmuzsikára, ugyanis az emberek fogékonyak nem csak a komoly zenére, hanem a lazább stílusokra is. A kórus repertoárja nagyon tág, ugyanis egyházi művektől kezdve a klasszikusokon át modern darabokat is énekünk, és az is az egyik célja a kórusnak, hogy az itteni magyarságnak az identitástudatát megerősítse, illetve hogy tényleg a zenekedvelő közönséget összehozza. Fő céljaink eljutni különböző versenyek. Tavaly októberben voltunk Kassán egy országos énekkari versenyen, ahol bronzsávos minősítést kaptunk, úgyhogy ezt is szeretnénk a jövőben folytatni. A Vox Kameráta egykori tagokból, a művészeti alapiskola diákjaiból és zenekedvelő önkéntesekből áll. Rendszeresen fellépnek a városi rendezvényeken, jeles ünnepeken. Miske Tamás a kezdetektől a kórus tagja. Középiskolás korom óta a Vox Kamerátából éneklek. Az azt jelenti, hogy 90-es évek elején, amikor a Vox Kameráta a fénykorát élte, akkor azóta együtt éneklünk. Aztán egy ideig megszűnt, ugye nem volt Vox Kameráta, és most 5 év ezelőtt a Borika megszólított engemet, hogy újra indítaná, és én ennek nagyon megörültem. A éneklés azért nagyon jó kikapcsolódás munka mellett, azért ehhez a kórushoz tartozok és szeretek ide járni, mert itt kezdtem, és még a régi tagokkal megismerkedtem, azóta tartjuk a kapcsolatok, és ugyanúgy szeretem őket, mint a most a új csapattársaimat. Az ünnepi koncerten fellépett a Szent György kórus is, amely idén szintén szép jubileumhoz érkezik, hiszen fennállásának 15. évfordulóját ünnepli. A Dunaszerdahelyi kórus ősszel ugyancsak ünnepi hangversennyel emlékezik meg a kerek évfordulóról.